A mai adásunk itt kezdődik. Az lenne a kérdésem, hogy számodra mi az elsődleges hivatás, ami az életedben volt? Orvos, a sváb, hogy mondjam, értékmentő, családapa. Ki az, aki te vagy? Hát én azt hiszem, hogy a szülőföldemnek a szeretete. Akárhányszor jártam külföldön, kezdetben csak itt Közép-Európában, ahova el lehetett menni, a keleti blokk országaiba, később aztán Nyugat-Európába is, talán 6-8-an voltam a tengeren túl is. De a legnagyobb érzés az volt, amikor hazajöhettem, és leszállt a repülőgépre, Ferihegyei reptéren. Tehát a hazaszeretet, és hát ezen belül rendkívül szerettem a hivatásomat, a gyógyítást. De ami igazán a pálya csúcson utána tudatosult bennem, hogy milyen nagyon jó az valahova tartozni, és újra fölfedezni a szülőfalumat, a gyökereket, és mennyi sok szépséget rejt ez önmagába, és ez így együtt azt gondolom, hogy kiteljesítette az életem. Falunk határába, ahol most ülünk, a köznyelven Mária szobornak hívják azt a helyet, amit 1939. június 4-én létrehoztak. Dr. Gálos László, teológiai tanár Pécsről, aki talán jó barátja volt a Loser Kázmér nevű villányi plébánosnak, és Gyimesi László káplánnak. Tehát az ő indítatásukra és összefogással hozták létre ezt a kegyeleti helyet. A zsolnai porcelány manufaktúrának a mázas kerámia szobrát. Kis Jakab falvára tartunk. Ez a kis település Villánytól északnyugatra fekszik. A 2021-es adatok alapján 79-en lakják. Sombogyi László is itt nőtt fel. Ebből a kicsiny faluból aztán Pécsre költözött, neves orvos lett, a Pécsi Urológiai Klinika igazgatóhelyetteseként dolgozott, tanított, az egyetemi ranglétra minden fokát megjárta. 2001-ben visszavásárolta ők nagyapja házát Kis Jakab falván, felújította, és német nemzetiségű tájházat hozott létre. Sombogyi László ezért a fáradtságot és anyagi áldozatot nem kímélő értékteremtő és megmentő munkájáért idén megkapta a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat. És megérkezett. Hát ez jó volt. Szóval ez a dédszüleid háza. Így van. Konrád János, Johannes Konrád által épített nagy családi parasztbirtoknak a központi épülete. Ez a szép szobadi Schöne Stube. Igazából ez a reprezentációs helysége volt a családnak, a városi enteriőrre emlékeztető, tapétát utánzó falfestész szeretet lehet látni, mennyezeten pedig Szent Háromság szekkót, Kisjakabfalván szintiszta római katolikus és vallásukat gyakorló sváb emberek éltek, és ennek a jelentősége a néprajzos szerint áldás és egy nagy védelem a több generációs nagy család számára.
lakóépületbe csak az ablakokon keresztül kukucskáltunk be. Itt egy felvidéki gyermektelen házaspár lakott, és ez nem volt lakott az én gyermekkoromban. Igazából talán raktárhelyiségnek használták, és ez volt, ennek a következménye volt, hogy nem sérült meg igazából semmi, tehát a festett falak, a berendezési tárgyak nagy része, a bútorok épségben megmaradtak, és ennek az állapotnak köszönhető az, hogy hosszú évtizedeken keresztül ez a sajátságos ősi birtokunk megőrizte sajátságos jellegét. Úgy kezdődött, hogy kisgyerekkorunkban itt a templom előtti templom téren focizgattunk, mint minden normális falusi gyerek, és benéztem az ablakon, és láttam a mennyezeti Szentháromság szekkót, most már ilyen szépen tudom ennek a pontos nevét, meg a festett falakat. A díszkapu fölött pedig dédnagypapám relief képét. És akkor kezdték mondogatni az ismerősök, barátok, családtagok, hogy hát tudod te, hogy ez a te őseidnek a birtoka volt valaha. És az olyan elementáris impulzust adott, amit egy életen át megőriztem, és vittem magammal tovább. Aztán hosszú évtizedek elteltek, amíg egy életút után ez újra előtérbe került. Baranya vármegye térképe 1914-ből. Ez volt Kisjakab falván is használatos általános iskolai oktatásban használt térkép. A sok rámutatástól a diákok ujjainak a kikopott Kisjakab falva és környék településének a képe. Ez a harmadik helység, ez is egy típusos, jellemzően sváb berendezés, de már polgáriasultság jeleit viseli magán. Itt az ágyak már egymás mellett helyezkednek el, nem úgy, mint a legelső szobába. Az igazából a típusos elrendezés, amikor is az ágyak a sarokban foglalnak helyet. Ez már egy polgáriasultabb millió. És akinek volt ilyen festése a szobában, az tehetős embernek számított. Hát igen. Ezzel is jeleztve azt, hogy ők... Hogy ezt megengedheti, és ugye említettem már azt, hogy módosabb paraszt emberek éltek itt Kisjakabfalván, és a vasúti közlekedés lehetősége miatt bejártak Pécsre, a megyeszékhelyre, és bizony ott látták a mintát, látták a polgáriasult életnek a névjegyeit, és azt próbálták a maguk módján interpretálni falusi, vidéki körülmények között is. Gyerekkorom régi szép emléke, a muzsikáló szentkép, a szent családdal és az eredeti installációval, ahhoz, hogy az utókor számára is sokszor meghallgatható legyen ennek zenéje, ezért egy modern technikát, egy MP3-at szereltünk be, és ezzel egy percig hallható az a dallam, ami kisgyerekkoromban engemet annak idején álomba ringatott. És az anyai őseim
erről a területről kerültek ide 1760 és 70 között, talán Fulda környékéről, és a második világháború szelét követően pedig ugye itt nagy népmozgás volt. Az ős, az itteni lakos németek egy része menekülésre kényszerült, vagy kényszerítették, és az ő helyükbe kerültek felvidékről felvidéki magyarok, ottani őslakos magyarok, mint az én apám őse is, illetve Kelet-Magyarországról, Nyírségről és Hajdú-Bihar megyéből pedig telepes magyar emberek, úgyhogy a falu etnográfiai összetétele nagyon szép kavalkádot mutatott ezekben az években. Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát sváb anyai ősökkel találkoztak a felvidéki magyar ajkú őseim, és egy ilyen vegyes házasság kapcsán indult el itt egy új világ Kisjakabfalván a második világháború után. A következő szobába. Ez már egy kicsit ez más. Szellemiségében egy teljesen más szoba tetszenek látni. Ugye amikor berendeztem a Schwab tájházat, akkor megjelentek az adományozók, tárgyi emlékek adományozói között a magyar ajkú emberek is, akik részben felvidékről, mint az én apai családom, részben pedig Kelet-Magyarországról, Nyírségből, Hajdúságból kerültek Kisjakabfalvára, hogy mi is jakabfalusiak vagyunk, a mi emlékeinket is szíveskedjen kiállítani. És akkor kérdeztem a néprajzos tanácsadót, most mit tegyek Schwab Múzeumban, hogy tegyek be magyar emlékeket? És Lantos Miklósné dr. Imre Mária, a tanácsadóm, azt mondta, ez az élet legtermészetesebb dolga, és az volna természetellenes, ha nem állítanánk ki ezeknek az embereknek az emlékeit, hisz az történelem írta ilyenné a falu életét is, meg kell jegyezni, ki kell jelölni egy szobát, és el kell mondani, hogy ebben a szobában, ahol most állunk, tehát a második világháború óta eltelt évtizedek magyar ajkú embereiknek a berendezési tárgyai, történeti emlékei és kulturális hagyatéka látható. Milyen egy kisjakabfalusi kisfiúnak az élete? Hát a végtelen szabadság volt, ezt tudom így elsőre mondani. Az általános iskola első 4 évét ugye itt helyben, Kisjakabfalván látogattuk, aztán a felső 4 osztályt a Villányi általános iskolába. Hát ez egy nagy kaland volt minden nap 2-3 kilométerre lévő felső tagozatra eljutni, gyalog, kerékpárral, de hát a legnagyobb kaland az a Kismuki, a keskeny nyomtávú kisvasút volt, azzal oda-vissza vonatozni. Városi életem első 4 éve a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban telt el. Hát nagyon furcsa volt a falusi elzárt kis magányból bekerülni egy nyüzsgő város kellős közepébe, méghozzá a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban. Ugyanakkor ez volt életem nagy vágya, hogy ebbe a
régióba, talán kiemelkedő gimnáziumba bekerülhessek. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy az életem talán legnehezebb 4 éve volt, mert hát új instrukciókat, új életvitelt kellett megtanulni. És kemény gimnázium volt? Nagyon szigorú, kemény gimnázium volt. Mennyire volt nehéz elszakadni otthonról, a falusi életből? Hát az első hónap az brutál volt. A saroktól a második ablak volt a mi hálószobánk, és légvonalban 200 méterre volt a városi toronyóra. Hát az első hónapban egyáltalán nem tudtam aludni, mert minden órában legalább egyszer ütött az óra. Ugyanakkor azt a kegyményt, sztoikus fegyelmet, amit megkövetelt a mindennapi élet, azért szépen hónapok alatt megtanultuk. Furcsa volt az, hogy egy hónapban csak egyszer lehetett hazamenni, szombaton, amikor kora délután végzett az oktatás, akkor hazamehettünk egy hétvégére, és bizony az egész első évben ez így tartott. Nem volt könnyű. A biológiai tankönyvet, az általános gimnáziumi biológiai tankönyvet dr. Tibor Istvánné, biológiai tanárnőnk írta, és már másodikos voltam, amikor azt mondta, Laci, neked olyan jó érzéked van a biológiához. Menjél orvosnak. És akkor hazamentem, és mondom a szüleimnek, hogy azt mondta a tanárnő, hogy próbáljak majd az orvosira felvétel. Anyám összecsapta a kezét, csak nem gondolod, hogy téged fölvesznek innen Jakafalurral az orvosi egyetemre, ezt ne is mondd senkinek, meg ki fognak nevetni. Hát ez szinte elképzelhetetlen. Aztán harmadében már megyei biológiai versenyen, holtversenyben elsők lettünk, és aztán 19,5 ponttal így kapásból fővettek, és ez annak volt köszönhető, hogy megalapoztuk, mondom többes számban, mert 6 kollégát vettek föl ebből az osztályból, és mindből nagyon jó orvos vagy kutató lett például. ...34 éven keresztül dolgoztam itt az urológiai klinikán, és rendkívül sok szépséget és rendkívül sok örömet leltem az orvosi hivatásban alapvetően, ugye az emberek gyógyításában, de egy klinikán, egy egyetemi intézetben ugyanilyen fontos a továbbképzés, az orvostanhallgatók és a végzett orvosok továbbképzése, illetve a kutató munka, mely mind-mind nagyon szépé, változatossá, sokszínűvé tette az itt eltöltött 34 éven. Ezt akartam kérdezni, hogy nem csak gyógyítottál, hanem tanítottál is, és a tanításban mit szerettél? Mert ott azért egy nagy felelősség orvosokat képezni. Igazából ugye már felnőtt a hallgatókat, már majdnem kész orvosokat tanítottunk, oktattunk 5 éven. Ezek 24-25 éves fiatalok, és már az orvostudományban elég sok jártasságuk volt, és ezeket a fiatalokat úgy megragadni, elsősorban kórtermi gyakorlatokon, hogy tátott szájjal figyelje az ember, hogy és úgy felépíteni azt a klinikumot, hogy utána egy életre megmaradjon neki, az egy olyan intellektuális érzés, amihez hasonló kevés van. Talán a kitartásba, a mindennapi életnek, a nehézségeinek az elfogadásába visszaköszöntek mindkét oldalról az őseimnek a hozott, rám hagyott genetikai adottságai, hogy visszanézve mondjuk a középiskola Pécsen, a Nagy Lajos gimnáziumban, hogy azt végig tudtam csinálni, az nagy mértékben köszönhet annak, hogy milyen tulajdonságokat kaptam az én őseimtől.
emlékezünk a konyhába? Igen, a lakó épület együttes legutolsó lakott helységében, az úgynevezett füstös konyhába érkezünk. Régen itt egy kemence állt, ugye benne egy üstel, és a legidősebb tagja a családnak rendszeresen rakta fával, és akkor így volt állandóan készenléti meleg vize a nagy generációs, több generációs nagy családnak. Kicsit átalakítottuk ezt a helységet, lefettük a tetőt, és a kemence helyét egy rakotkályhás tűzhely került, ami hibátlan működésével hívja fel most is magára a figyelmet. 1940-ben a ma is településen készült, 4 mázsa búza volt az ára a feljegyzés szerint, ez ma is hibátlanul működik, elsősorban meleget adne, sütni, a sütőjébe sütni lehet, és főzni természetesen, és rendkívül praktikus, megbízható, amikor nagy hidegek vannak. A présházba érkezünk, a falusi közösségek legvidámabb helységének nevezhető talán a présház, mert ide hozták be a szőlőtermést, itt kipréselték, és a mustot leengedték a pincébe, ez egy ilyen alaptevékenység volt, de az igazán közkedvelt munka az a borok fejtése volt, mert mindig meg kellett kóstolni a bort, és az adta a jó kedvet és hangulatot, de itt voltak a falusi disznótorok, a születésnapok, a névnapok, a farsangi mulatságok helyszínei, úgyhogy ez mindenkiben nagyon kellemes emléket ébreszt. Ez a ház egy picit a jövőnek is épült, vagy nem épült, hanem lett rendbe hozva. Ugye nagyon sokan megkérdezték azt, hogy miért csináltam. Említettem röviden, hogy megdöbbentett még kisgyerekkoromban, hogy micsoda szép dolgokat hoztak létre. Aztán a történelmet megismerve, ezek a svábősök, ezek a Dunán úsztak le, ugye egy csomaggal a hátukon, és szinte a semmiből összefogva a munkakultúrájukkal, a szorgalmukkal, micsoda értékeket hoztak létre, és amikor láttam, hogy nekem is ilyen őseim voltak, hát, és akkor utána voltak az egyetem során, és később már felnőtt orvosként tanulmányutak, és láttam a világba, hogy hát ez olyan érték, megméretve más múzeumok, más gyűjtemények, más kiállítások anyagába, amivel semmi szégyelni valónk nincsen, tehát ezt be kell mutatni az utókornak, hogy ezek az emberek a saját munkájukkal mit hoztak létre, és talán igazából a fiatal generációnak megmutatni azt, hogy nem kell mindig a másikra várni, hanem összefogással, kitartással, szorgalommal, találékonysággal fantasztikus dolgot lehet létrehozni, és ez példa lehet az utókornak, és talán ez volt a legfőbb motivum, ami miatt azt gondoltam, hogy ekkora értékeket hoztak létre, ugye tehetős emberek voltak a sok-sok munka következtében, és megengedhettek maguknak már ilyen festett falakat, ilyen bútorokat, ilyen ruhákat, hogy ezt be kell mutatni, és ez biztatást adhat a mai fiatalság számára.